A 2015-2016-os tanévben több változást is bevezettek a felnőtt oktatásban, ilyen például az ingyenes második szakképesítés, valamint az eddigi 21 év helyett már 25 éves korig tanulhatnak nappali tagozaton a diákok. Több szakképzés feltétele az érettségi bizonyítvány. A Nyíregyházi Központú Csokonai Vitéz Mihály Középiskolai Szakiskola ennek megszerzésére kínál lehetőséget esti képzésein. A Csokonai Vitéz Mihály Középiskolának a fő profilja az esti képzés, ezen belül is a felnőtt oktatást, esti érettségit adó képzést nyújtunk. Ugye a törvényi változásból adódóan most már 16 éves kor a tankötelezettségi korhatár, aki a 16. életévét betöltötte, ugye nem muszáj neki most már nappali tagozaton tovább tanulnia, választhatja az esti képzést is a felnőtt oktatás keretében. A diákok ingyenesen jelentkezhetnek tandíj és regisztrációs díj nélkül. Egyedül az érettségit kell majd utolsó évben kifizetniük, amit akár több részletben is lehet teljesíteni. A többi iskolához hasonlóan szeptember 1-én a Csokonaiban is elkezdődött a tanév, de a diákok heti 3 alkalommal délután 4 órától este 7:30-ig vesznek részt tömbösített órákon. Az érettségi vizsga mellett még van két szakmánk, a foglalkozásszervező és a pedagógia és a családsegítő munkatárs, mely mind a két szakma úgy érettségire épülően és 1 és 2 év alatt ugye szakmai vizsgát tudnak tenni a hozzánk beiratkozók. Megyeszerte az intézmény több mint 15 telephelyén felső korhatár nélkül várják a 16. életévüket betöltött tanulnivágyók jelentkezését.